Az elmúlt években egyre többen választották a nyári belföldi utazások közlekedési eszközeként a vonatot. Ez a növekvő tendencia idén nyáron sem állt meg, országos szinten a COVID-járvány előtti utasszám 40%-kal nőtt. Ráadásul sokan használják ki a kerékpárszállítási lehetőséget is a MÁV járatain, a megnövekedett igény azonban folyamatos kihívás elé állítja a szolgáltatót. Ez is ismételten egy kihívást jelent számunkra, mert hogy nem tudjuk olyan ütemben bővíteni, átalakítani a kerékpáros kapacitást, a kocsik átalakítását értem ez alatt, amilyen ütemben nő a kerékpárszállítási igény, de dolgoznak rajta a munkatársaim évről évre. Egyre több kerékpárszállító kocsi áll rendelkezésre, mert hogy a régebbi kocsikat átalakítják erre a célra, de egyszerűen ez sem tud elévenni, úgyhogy arra bíztatok mindenkit, aki kerékpárral utazna velünk, hogy lehetőleg hamarabb, amikor már tudja a vonatot, hogy melyikkel utazna, vegye meg elővételben a kerékpárjegyet, kerékpár helyjegyet, és akkor biztosan lesz neki lehetősége arra, hogy szállítsa azon az adott vonaton a kerékpárját. Nyáron Nyíregyházáról a Tekergő Expresszen van a legtöbb lehetőség kerékpárszállításra, ha valaki a Balatonra szeretne eljutni. Ez az északi partra viszi az utasokat, míg Siófokra a kiváló menetidejű Panoráma Express közlekedik. Ezen a kis vonaton mindössze 12 bringa szállítható. Szintén a Balaton déli partjára megy az Aranypart Express is. Ezek az átszállás nélküli balatoni járatok gyakran szinte teljesen tele vannak utasokkal, ami jól mutatja, hogy az átlagosnál többen utaznak vonattal a térségből. Mondhatjuk azt, hogy a nyíregyházi térség tekintetében talán egy picit még magasabb is az utasszám növekedés, mint teljes hálózati szinten. Például a Panoráma Express emeletes motorvonatok tekintetében körülbelül 80-90%-os a kihasználtság. Nyilván nem értékesítjük ezeken az emeletes motorvonatokon az összes helyet, mind a 600-at, mert hogy tudjuk, hogy Nyíregyháza térségéből egy hosszabb utazásra, hogyha mennek az utasok a Balatonhoz, akkor csomagokkal fognak elindulni, és azért, hogy legyen helye a csomagoknak is. Egyébként egyúttal kérjük is, hogy ha nem szükséges, akkor a csomagokkal ne foglaljunk el plusz ülőhelyet, és engedjük leülni azokat is, akik olyan udvariasak, hogy mondjuk nem szólnak, hogy szeretnének leülni. A népszerű turisztikai helyeket lényegesen sűrűbben kiszolgáló menetrend augusztus 28-áig lesz érvényben. Ezt az utószezoni menetrend követi, alkalmazkodva a turisztikai szezonok változásához.